forrás a gazdáknak. Csak nem 900 milliárd forint jut agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra 2018-ban, jelentette ki Szatmárcsekén egy gazdafórumon a földművelésügyi miniszter. 6,7 milliárdos beruházás. A Pangea Ökocentrum és szálloda építésével kezdődött el a Nyíregyházi Állatpark 2019-ig tartó fejlesztése. Alapkő letétel, 920 millió forintból újítják fel és bővítik ki a Kisvárdai Református Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium épületét. Csaknem 900 milliárd forint jut agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra 2018-ban. 51 milliárd forinttal több, mint tavaly, jelentette ki Szatmárcsekén egy gazdafórumon a földművelésügyi miniszter. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Fazekas Sándor az aktuális mezőgazdasági támogatások kifizetéséről, valamint az európai közös agrárpolitika jövőjéről is beszélte a megjelent gazdák előtt. A jövő évi költségvetésben az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege megközelíti a 900 milliárd forintot. Ez az összeg 51 milliárd forinttal haladja meg az idejét, jelentette ki Fazekas Sándor a térség gazdálkodói előtt megtartott beszédében. Elmondta, az országgyűlés által nemrég elfogadott 2018-as büdzsében a Földművelésügyi Minisztérium teljes költségvetése az előző évhez képest 10%-kal 209 milliárd forintra emelkedett. Ez az összeg lehetővé teszi, hogy például az iskolatej és gyümölcsfogyasztás támogatási programra 30%-kal többet fordíthasson a tárca. A tárcavezető szerint emelkedik a szakiskolákra fordítható források nagysága is. Az állatbetegségek megelőzésére mintegy 2 milliárd forint jut, és 14 milliárd forinttal nő a közvetlen termelői támogatások összege is. A közös uniós agrárpolitika kérdéséről szólva a földművelésügyi miniszter kijelentette, Magyarországnak az az álláspontja, hogy az agrártámogatások jelenlegi szintjét meg kell tartani. A 2020 utáni időszak támogatásairól pedig a következő egy-két évben várható uniós döntéshozatal. A magyar kormánynak az az álláspontja, hogy a gazdák érdekeit képviselve a támogatások szerkezetét és jelenlegi szintjét meg kell tartani. Számítunk arra, hogy a magyar gazdatársadalom is hallatja a hangját, eljuttatja a véleményét Brüsszelbe, akár rajtunk keresztül, akár közvetlenül is. Ezért is tartom fontosnak és hasznosnak azt a fórumot, amely Szatmárcsekén ezzel foglalkozik, ezzel is nyilván más kérdésekkel is. Ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődjön, további támogatásokra van szükség, de a legfontosabb az, hogy a gazdák tudjanak termelni, tudjanak boldogulni, és egy nagyon éles Európai Uniós versenybe kell helytállniuk. Ehhez kell megadni minden segítséget, minden támogatást a kormány részéről. A fórumon a gazdák is kérdezhettek a minisztertől. Kérdéseik elsősorban a mezőgazdasági támogatások kifizetésének problémáit érintették. A Nemzeti Agrárkamara vezetője szerint sok gazdának égetően szüksége van ezekre a forrásokra, mert nélkülük nem tudják folytatni megkezdett beruházásaikat, vagy magát a gazdálkodási tevékenységet sem. Június 30-áig ezeket a kifizetéseket rendezni kellene, hogy van-e arra lehetőség, hogy ez felgyorsítva megtörténjenek, vagy akik ehhez hitelt vettek fel, akkor ugye valami máson kell nekik elgondolkodni, illetve várják azt is, hogy ezek a pályázatok, amiket beadtak lassan már egy éve, azokat fel lehet gyorsítani olyan ütembe, hogy akár mondjuk a telepítésre gondolok, az őszi telepítésbe, ugye nagyon mozogni kellene, sőt talán már el is késtek azzal, hogy csemetés szerezzenek, szóval olyan halaszthatatlan problémák vannak, amit nagyon remélnek, hogy itt a miniszter úrtól választ kapnak rá, vagy legalább egy irányvonalat, hogy lehet ezt még fokozni, gyorsítani, vagy kinek milyen feladatai lennének ahhoz, hogy ezek sikerrel végződjenek. A miniszter válaszában úgy fogalmazott, a beruházásokra vonatkozó döntések a vidékfejlesztési programban hamarosan megjelennek, a földalapú támogatások utolsó részleteit pedig várhatóan a határidőig, július 30-áig minden érintett gazdának kifizeti a Magyar Államkincstár. A fórumon Fazekas Sándor az ágazat eredményeiről szólva hangsúlyozta, néhány év alatt 55 ezer új munkahely jött létre, az idei első negyedévben pedig jelentősen 46%-kal bővültek a mezőgazdaságok. Gazdasági beruházások. A gazdák összesen 64 milliárd forintot költöttek a gazdaságaik gépi fejlesztésére. Ez a beruházási összeg az elmúlt 7 év legmagasabb értéke.
Magyarország legnagyobb állatkerti beruházása indult el Nyíregyházán, közölte a Nyíregyházi Állatpark ügyvezető igazgatója. Az első fejlesztés a mintegy 1,7 milliárd forintos Pangea Ökocentrum és szálloda építése, ami hétfőn el is kezdődött. 2019-ig még számos beruházást terveznek, amelyre összesen 6,7 milliárd forint hazai és uniós forrást kap az állatpark. A látványtervek szerint így néz majd ki a több funkciós Pangea Ökocentrum és szálloda, amely oktató és konferencia központként is működik majd. Az épületből egyedülálló kilátás nyílik egyik oldalról a Sóstói tóra, a másik oldalról pedig a 35 hektáros állatparkra. Az 5000 négyzetméteres épület két szintjén 38 szobát alakítanak ki, de egy 100 fős konferenciaterem is helyet kapott a tervekben, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az építési tendert az a nyíregyházi vállalkozás nyerte, amely korábban már a zöld piramist is építette, de további beruházások is tervben vannak az állatparkban 2019-ig. Az egyik ilyen a 3,5 milliárd forintos jégkorszaki interaktív állatbemutató. Ez a projekt jelenleg tervezés előkészítési szakaszban van. Egy olyan a sarkvidékeket bemutató különleges állatkerti élmény nyújt majd, ami visszamegy a jégkorszaki világba. Megpróbálunk élethű másolatokat készíteni a mamutról és egyéb jégkorszaki élőlényekről, többek között a jégkorszakban élt emberről, és aztán onnan eltávolodva megjelennek a sarkok ma élő állatai. A szálloda építés költségvetése közel 1,7 milliárd forint, de összesen több mint 6 milliárd forint támogatást kap az állatpark a különböző fejlesztésekre 2019-ig. A finanszírozási háttere úgy áll fel, hogy 5,2 milliárd modern városi, tehát saját magyar költségvetési forrásból, 1,5 milliárd pedig topos, azaz Európai Uniós forrásból kerül finanszírozásra, és ez a fejlesztési csomag ezzel indul. A Pangea Ökocentrum hotel építésével, amit szeretnénk jövő júniusban megnyitni. Egy látogatócentrum kialakítása és az állatpark bejáratának átépítése is a fejlesztési csomagba tartozik. A hazánkban működő 12 vidéki állatkert közül a Nyíregyháziban indult el a legnagyobb mértékű beruházás, tette hozzá Gajdos László. Felújítják és bővítik a Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületét. A beruházásra 920 millió forintot nyert a fenntartó Kisvárdai Református Egyházközség, az iskola fejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében elnevezésű pályázaton. A beruházás alapkövét Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter tette le vasárnap. A beruházásra már nagy szükség van, hangsúlyozta az alapkületételt megelőző istentiszteleten az intézmény igazgatója. Ivanné Nagy Erzsébet Bernadett elmondta, a napokban 884-en zárták a tanévet, az épületben már nem volt elegendő férőhely, külső helyszíneken is tanítottak. A számok is mutatják, hogy ez az intézmény tulajdonképpen kinőtte már azt az épületet, amelyben jelen pillanatban az oktatás és a nevelés is folyik. Sajnos azzal a nehézséggel kellett megküzdenünk az elmúlt időszakban, hogy nem voltak megfelelő számú tantermeink, ezért arra kényszerültünk, hogy külső helyszíneken béreljünk tantermeket, illetve csoportfoglalkozások is olyan tantermekben történtek, amelyek már azt gondolom, hogy a kor követelményeinek nem feltétlenül felelnek meg. Éppen ezért itt volt az ideje annak, hogy egy olyan beruházás kezdetét indítsuk el tulajdonképpen, amelyik majd hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez itt Kisvárdán. A miniszter a rendezvényen azt hangsúlyozta, a fejlesztéseknek köszönhetően több új tanteremben tanulhatnak majd a diákok. Épül kémiai, biológiai előadóterem, labor és szertár, valamint tornaterem. Kialakítanak továbbá számítástechnikai szaktantermet, nyelvi labort, új orvosi szobát, valamint megtörténik a főépület energetikai korszerűsítése. Sesták Miklós hozzátette, fontos, hogy ezeket tartalommal töltsék meg a pedagógusok és a diákok, mivel a fiatalságba vetett bizalom a jövő legfontosabb befektetése. Nem csak annak van jelentősége, hogy itt most hány tanterem, fizikalabor, orvosi rendőrű, vagy esetleg az aula nagyobbításáról van szó, hanem arról, hogy milyen tartalommal tudják majd megtölteni az itt tanuló gyerekeknek a lelkét, a szívét, hiszen ahhoz, hogy hitben erős emberek legyenek majd az innen kikerülő diákok, szükségek a jó pedagógus mellé, azt gondolom a fizikai és a technikai feltételek biztosításához erre lesz elegendő ez a fejlesztés.
A korszerűsítésre és bővítésre az intézményt fenntartó Kisvárdai Református Egyházközség nyert 920 millió forint pályázati forrást az EFOP keretéből. Hosszú-hosszú évek óta töretlenül fejlődik az iskola, és hogyha valaki egy térképet megnéz, mondjuk a KSH-nak a honlapján, amelyen az országnak a vallási térképét látjuk, akkor azért az világosan látszik, hogy az ország legnagyobb egytömbben élő reformátussága az még ebben a térségben él. És tulajdonképpen ennek a térségnek ez az egyetlen református gimnázium, hiszen még Nyíregyházán sincs egyelőre református gimnázium. Amikor elindult 1992-ben az államosítás után visszavett iskolának az élete, és felmenő rendszerben növekedni kezdett, akkor folyamatosan töretlenül látszott ez a fejlődés, amelynek eredményeképpen ma már több mint 881 diákunk van. Kisvárda polgármestere a rendezvényen a beruházás jelentőségét hangsúlyozta. Kisvárda számára nagyon fontos beruházásról van szó. Kisvárda iskolaváros, 4000 középiskolás tanul Kisvárdán, egyházi és állami, illetve alapítványi iskolákban. A református egyház iskolája is kinőtte magát a falak közül, úgymond nincsenek már tantermei, szaktantermei, laboratóriumai, és egy óriási lehetőség a város számára közösen a gyülekezettel, az egyházzal egy új épület átadása lesz majd a jövő. Az iskola korszerűsítése és bővítése előreláthatóan 2018. augusztus végére fejeződik be. Felszentelték a felújított rozsái görögkatolikus templomot. Aranyszájú Szent János isteni és szent liturgiáján elhangzott, a templom 2013-14-ben jelentős pályázati forrásból újult meg. A közel 30 millió forintos beruházással a 90 éves épület kívülbelül megszépült. Magyarország legkeletibb egyházközsége a rozsái, mondta a helyi görögkatolikus esperes a templom szentelésén. A szent liturgián Kis Andor kiemelte, körülbelül 200-240 hívő jár a pár éve felújított templomba, az épület kívülbelül megszépült. A rozsái görögkatolikus templom 1926 és 27 között épült fel, tehát pontosan 90 éves most. A felújítás pedig 2013 és 14 között valósult meg, egy Európai Uniós pályázatból közel 30 millió forintot kapott az egyházközség erre a felújításra. A templom kívül és belül megújult, és így úgy gondolom, hogy tényleg méltó az Isten házához, méltó ahhoz, hogy itt a hívek összejöjjenek és a szertartásokon részt vegyenek. A templom szentelésen az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár is részt vett. Vitályos Eszter a fejlesztési lehetőségekről, pályázatokról is szólt. A kis települések részére elsősorban területfejlesztési és településfejlesztési operatív program áll a rendelkezésére, hogy helyi dolgokat tudjanak támogatni, úgyis, mint akár önkormányzati fejlesztések, akár helyi civil szervezetek, vagy éppen egyházi fejlesztések. A templom felújítás is egyébként Európai Uniós fejlesztésből is valósult meg. Több mint 29 millió forint állt akkor a rendelkezésre, az éppen egy vidékfejlesztési program volt. A rozsái ikonosztázión előtt az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, fontosak az ilyen események, hiszen a helyi közösség, valamint az egyházi és világi kapcsolatok is erősödnek ilyenkor. Soltész Miklós kiemelte, nem csak uniós pályázatok, a kormány is segíti az egyházak működését, fejlődését. Csak tavalyi évvégén a görögkatolikus egyházmegyék több mint 6,8 milliárd forintos támogatásban részesülhettek, aminek eredményeképpen egyrészt oktatási, köznevelési feladataikat, tehát mondhatni így mindenkinek segítő feladatokat végeznek el, a másik pedig hát maga a hitéleti feladat, ami főleg a hívőknek, de összességében mégis az is az országot szolgálja. A pár éve felújított templom szentelése azért váratott magára, mert az elmúlt két évben több természeti csapás, jégeső is sújtotta a rozsájt. Vona Gábort választotta miniszterelnök jelölté a Jobbik a párt múlt heti kongresszusán, mondta el Fülöp Erika, a Jobbik országos alelnöke mai sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. Az ellenzéki politikus beszélt arról, hogy a párt készül a jövő évi választásokra, meggyőződésük, hogy le fogják váltani a jelenleg kormányzó Fidesz-KDNP-t. A Jobbik kongresszusán elfogadtak egy elvi nyilatkozatot, amely a választásokra egyfajta morális iránytű lesz a párt számára.
Ebben az elvi nyilatkozatban olyan programpontokat, olyan kritériumokat fogalmaztunk meg, amellyel egy élhető, biztonságos Magyarországot teremthetünk minden magyar állampolgárnak. Az a célunk, hogy mindenki, aki magyar, az itt próbáljon megboldogulni Magyarországon, és a kormányzásunk kapcsán pedig tiszta szívvel, erős hittel, józan ésszel fogunk majd kormányozni. Komoly zenei koncertekkel, színpadi előadásokkal, filmfesztivállal és éjszakai fürdőzéssel várják a látogatókat Nyírbátorba a Bátori Nyár 2017 programsorozatán. Idén is megrendezik a Szárnyas Sárkány utca színházi és világzenei fesztivált, valamint a Nyírbátori zenei napokat a nyírségi városban. Az egyik legtöbb vendéget vonzó rendezvénye Nyírbátornak a Szárnyas Sárkány Fesztivál. Az Európa szerte ismert utcaszínházi találkozót július 7-e és 9-e között rendezik meg a Papok rétjén, ahol az eddigiekhez hasonlóan színházi és utcaszínházi társulatok, zenei és táncegyüttesek, bábosok, csepűrágók, zsonglőrök, bűvészek, élőszobrok és gólyalábasok szórakoztatják majd a közönséget. Az 51. zenei napok programsorozata augusztus 5-én veszi kezdetét fúvó zenei találkozóval, majd 7-én a Szolnoki Szimfonikus Zenekarat koncertet. Augusztus 12-én az Anima Music Kamarazenekar előadását tekinthetik meg az érdeklődők, hangzott el az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón Nyírbátorban. Legjobban annak örülünk, hogy a Balázs Fecót el tudtuk idén hívni, aki ebben az évben nem sok helyszínen lép fel, hiszen betegséggel is küzdött az elmúlt években, hónapokban, úgyhogy egy nagyon különleges koncert a Kulturális Központban az idejében azt gondolom, hogy színesíti a programot, de emellett Ilényi Katica is fellép nálunk, aki egy szintén közismert zongora, vagy hegedűművész, és nagyon sok olyan programot kínálunk, ahol a könnyű zenét és a komoly zenét próbáltuk ösztönözni, annak érdekében, hogy ne csak a komoly zenét szeretők, hanem a fiatalok vagy a könnyű zene felé kacsingatók is ellátogassanak. A Bátori Nyár ideje alatt gasztrotalálkozót is rendeznek. A lazább zenei stílus kedvelőinek pedig az augusztus 10-e és 12-e között a Death Crew könnyű zenei és filmfesztivál nyújthat kikapcsolódást a nyírségi városban. Egy győzelemmel és két vereséggel zárta az Európa Liga nyíregyházi tornáját a magyar férfi röplabda válogatott. Juan Manuel Barrial együttese a Dániától elszenvedett 3-0-ás vereség után 3-1-re verte Izraelt, a vasárnapi zárónapon pedig 3-2-re kikapott Ukrajnától. A magyarok így nem jutottak be a sorozat dániai 4-es döntőjébe. Az ukrajnai nyitókör után az elmúlt hétvégén a Continental Arena adott otthont az Európa Liga második fordulójának. A hazaiaknak mindhárom meccsüket nyerniük kellett volna ahhoz, hogy bejussanak a dániai fináléba. Az első napon szoros szettekben 3-0-ás vereséget szenvedtek a dánoktól a magyarok, akik a folytatásban 3-1-re legyőzték Izraelt. A legjobban a vasárnapi zárónapon játszott az argentin Juan Manuel Barrial által irányított együttes, de Ukrajna végül a döntőszedben jobbnak bizonyult a magyar válogatottnál. Szerintem a legjobb meccset ma este játszottuk, a két tornát összevetve. Végre a srácok tényleg egy jó röplabdát mutattak az este folyamán, és megértettük, hogy amit megelőtte megbeszélünk taktikailag, azt követték, és ez játszott is a meccs alatt. A magyar válogatott ütőjátékosa Dávid Csanád szerint a csapat több tekintetben is előrelépett az elmúlt hetekben. Mindenféleképpen hála Istennek előrébb tudtunk jutni. Hála Istennek az argentin edző nagyon jó taktikai és pszichológiai tanácsokat tud adni, és mellette Veres Péter is nagyon jó, hogy így mellettünk van a válogatottnál. Az Európa Liga B csoportját Ukrajna nyerte 15 ponttal, megelőzve a 12 pontos Dániát és a 6 pontos Magyarországot. A sort a 3 pontos Izrael zárja. 1455 érem, 74 serleg és 120 labda talált gazdára a megyei futballbajnokságok legjobbjait díjazó hagyományos szezonzáró ünnepségen. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által szervezett rendezvényen a dobogós helyen végzett csapatok és a legsportszerűbb együttesek, valamint a gólkirályok részesültek elismerésben.
A hagyományokhoz híven a megyeháza díszterm adott otthont az MLS megyei igazgatósága által szervezett ünnepségnek. A 2016-2017-es szezon közben 7 csapat különböző okok miatt visszalépett, de a létszámot tekintve Pest megye után Győr-Moson, Sopron és Borsod-Abaúj Zemplén társaságában így is a harmadik legnagyobbnak számít Szabolcs-Szatmár Bereg megye az országban. 131 csapattal kezdtük a felnőtt bajnokságainkat, itt gondolok ugye a megye 1, megye 2 és a megye 3 osztályra, és végül 124-jel fejeztük be. Tehát 7 csapat volt az, aki a szezon közben nem tudta, tehát berúgta a törőközben, nem tudta befejezni ezt a szezont. Ami sajnálatos, hogy volt egy megyei első osztályú és egy megyei másodosztályú csapat. A megye 3-ra azért néha lehet számolni, ugye nem mindenki tudja befejezni. Utánpótlás bajnokságainkban is nagyon szép számmal neveztek a csapatok. Ezt jól jelzi az U14-ben 3, az U16-ban 2 csoportot kellett kialakítanunk, és ugye voltak a megye 1 és a megye 2-nél ugye az ifjúsági bajnokságok is. A megyei díjátadóval véget ért a 2016-2017-es futballszezon. A következő bajnokságra július 7-ig lehet nevezni, az átigazolási időszak pedig július 1-én kezdődik. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Csak nem 900 milliárd forint jut agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra 2018-ban, 51 milliárd forinttal több, mint tavaly, jelentette ki Szatmárcsekén egy gazdafórumon a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor az aktuális mezőgazdasági támogatások kifizetéséről, valamint az európai közös agrárpolitika jövőjéről is beszélt a megjelent gazdák előtt. Magyarország legnagyobb állatkerti beruházása indult el Nyíregyházán, közölte a Nyíregyházi Állatpark ügyvezető igazgatója. Az első fejlesztése, amint egy 1,7 milliárd forintos Pangea ökocentrum és szálloda építése, ami hétfőn el is kezdődött. 2019-ig még számos beruházást terveznek, amelyre összesen 6,7 milliárd forint hazai és uniós forrást kap az állatpark. Felújítják és bővítik a Kisvárdai Református Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium épületét. A beruházásra 920 millió forintot nyert a fenntartó Kisvárdai Református Egyházközség. Az iskola fejlesztése a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében elnevezésű pályázaton. A beruházás alapkövét Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter tette le vasárnap. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 19-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is marad a napos, száraz idő. Szerdáig egyre melegebb, száraz légtömegek áramlanak fölénk, az éjjeli órákban többnyire derült idő várható csapadék nélkül, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is derült, napos, száraz idő várható, a délnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front nincs a közelünkben, és továbbra is nagyon erős UVB-sugárzás várható. Szerdán egy gyenge hidegfronthoz kissé több felhőt és szorványosan záporokat, zivatarokat, de számottevően nem esik vissza a hőmérséklet, és a kánikula folytatódik csütörtökön is. Pénteken ismét lehetnek frissítő záporok, zivatarok, de a hétvégén többnyire napos, meleg időre lehet számítani.